Fábri János kiállítás megnyitója a koronavírus járvány miatt elmaradt, de a múzeum alapító életét és sokrétű munkásságát bemutató kiállítás látogatható. Az érdeklődők 2021. január végéig tekinthetik meg. Fábri János 190 éve 1830-ban született, élete 77 éve alatt rengeteg mindennel foglalkozott. A Rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnázium legendás tanára és igazgatója volt. Tankönyveket és szakkönyveket írt, segédeszközöket készített, komoly botanikai gyűjteményt hozott létre. Az általa alapított Gömöri Múzeumnak 25 évig állt az élén. A kiállítás, hogyha középen megállunk és széttekintünk, mivel ő evangélikus volt, a rózsa minden irányában valamilyen terület és tudomány néz velünk szembe. Tehát a kiállítás számos szimbólumra épül, több látványelemmel is gazdagodott. Fábri tagja volt a Középiskolai Professzorok Társaságának, a Bécsi Királyi Természettudományi Zoológiai és Botanikai Társaságnak királyi tanácsossá választották. A helyi közéletben ő volt a kovász, nőegylet, jótékonysági szervezetek, műkedvelő színjátszás, erre mindre talált időt. Észlelője volt a meteorológiai állomásnak, megreformálta a leánynevelést. 1868 és 1890 között fenntartott és igazgatott egy államilag segélyezett felsőbb leányiskolát, amely tanítóképzőként is működött. Fábri Jánosnak 4 lánya és egy fia született. A fia Rimaszombat rendőrparancsnoka volt, unokája pedig II. Világháborús huszárőrnagy, akit koncesziós perben kivégeztek, majd posztumusz rehabilitáltak. Ők unokája Fábri Szabolcs, Nagyvázsony polgármestere. Több családi relikviát, többek között nagyapja bibliáját is rendelkezésre bocsátotta a kiállításhoz. Amikor elhurcolják, akkor is nála van ez a biblia, és ez kerül vissza a családhoz. És mai napig ezt tudjuk, hogy az utolsó pillanatig nála volt, míg ki nem végezték nagyapámat, Fábri Jánosnak az unokájáról van szó. Fábriék régi írógépe, az egykori rendőrkapitány rimaszombatiaktól kapott ajándéka, a nemzeti színű szalag, és az újjáalakult Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület által a Fábri hagyaték ápolásáért adományozott díj is bekerült a vitrínbe. Korának történelmi eseményeit Fábri János is a saját bőrén élte meg. 18 évesen részt vett a magyar szabadságharcban, honvéd tüzér, aztán térparancsnoksági segédtiszt volt. Világos utána Tisza mentén tutajosok segítségével jutott haza. Losoncon a cári csapatok pusztítása, a felgyújtott város fogadta. Szívszorító, ahogy leírja a üszkös, leégett, tönkretett várost, a meggyalázott embereket, asszonyokat, a megalázott, megtizedelt férfi lakosságot, és azt a jelenetet, amikor édesanyja ráront gyakorlatilag zokogva, megkönnyebbülve, hiszen nem volt semmilyen információs eszköz, akkor nem állt rendelkezésre, hogy él a fia, hazatért, Fábri János. Fábri 1849 után Jánosiban volt nevelő, aztán Ozsnyánban tanított, majd Rimaszombatba került. Több híres tanítványa is volt. Richter Aladár róla nevezte el a szeder egyik fajtáját Rubus Fábrinak. Mikszáth Kálmán, akit szintén tanított, azt írta róla, hogy Istentől megáldott tanító volt, akiben több a türelem, mint a nebulókban a lustaság. A múzeum ügyeit pedig, szintén Mikszáth szavaival élve, olyan ambícióval intézte, mintha legalább a British Múzeum volna rábízva. Ebben a tárlóban látjuk Fábri János eredeti feljegyzéseit, mi mindent ajándékozott a múzeumnak, milyen saját monogramú pecséten látta el őket, illetve e-mail tárgyra rá is írta, hogy ő ajándékozta. Itt vannak az első táblázatok, iktató táblázatok, jegyzékek a műtárgyakról, és ugye szimbolikusan néhány Fábri János idejéből származó tárgy. Ha pedig balra tekintünk, érdekes levél, Mikszáth Kálmán levele Fábri Jánoshoz. Ugye egyik legkedvesebb tanára volt Mikszáthnak Fábri János, és 1893-ban egy felolvasás erejéig Rimaszombatba látogatott, ahol üdvözölt és meglátogatta egyik legkedvesebb tanárát, Fábri Jánost is. Mikszáth kedves bátyámnak szólította Fábrit, és a levelet úgy írta alá, hogy igaz híved és hálás tanítványod.
Az időszakos kiállítás Fábry életútját és életművét igyekszik olyan tárgyakon és dokumentumokon keresztül bemutatni, melyeket eddig még nem láthatott a nagy közönség. Az anyag nagy része a múzeum saját gyűjteményének része.